Újabb választási trükköt vetettek be Brenzovics László KMKS elnök ellen a július 21-ére kért ukrajnai parlamenti választások kapcsán. A központi választási bizottságnál a Nagyszülőst és Beregszászt is magába foglaló egyéni választói körzetben, amelyben Brenzovics László is indul, beregisztráltatta magát egy Borzsován élő Kovács Miklós nevű személy. Így hívják a KMKS előző elnökét is. Sokakban zavart kelthet a névegyezés, ami szavazatukat vihet el. Próbáltunk Borzsaván személyesen találkozni Kovács Miklóssal, aki szintén indul a parlamenti választásokon, azonban nem sikerült. Kizárólag a feleségét találtuk otthon, aki elmondta, hogy nem feltétlenül ért egyet férje indulásával, azonban tiszteletben tartja döntését. Ott létünk alatt felesége telefonon beszélt férjével, aki elmondta, hogy esélyesnek tartja magát a választásokon. Feleség elmondása szerint Kovács Miklós egy hétig Magyarországon lesz még, ugyanis ott dolgozik. Legközelebb egy hét múlva találhatjuk itthon. A borzsavaiak meg vannak lepődve, sokan nem is tudták, hogy falubeliük indul a parlamenti választásokon. Nem hallottam róla, én Brenzovicsról hallottam, de ő róla nem. A borzsavai Kovács Miklós korábban a helyi KMKS alapszervezetnek is aktív tagja volt. A helyiek ezért egyértelműen hátba támadásként értékelik indulását a parlamenti választásokon. Politikával nem foglalkozott eddig, soha nem is hallottam róla. KMKS-nek tagja, mint a társadalmi szervezetnek, és elmondhatom azt, hogy eddig elég aktív tagja volt, mert hogyha segítséget kértünk tőle, mindig segített szívesen. És sajnálom, hogy véleményemet se kérdezte meg, hogy mit szólok hozzá. Szerintem ezt ő nem önszántából tette, hanem ez emögött valakik mások állnak. Nem ez az első választási trükk, amelyet Brenzovics László KMKS elnök ellen bevetnek a Beregszászt és Nagyszülőst magába foglaló egyéni választói körzetben. Egy hete a Központi Választási Bizottság bejegyzett egy másik Brenzovics László nevű jelöltet, aki a Nagybereznai járásban lakik. A választási trükkök egyértelmű célja, hogy összezavarják a szavazókat, és minél több voksot elvegyenek Brenzovics László KMKS elnöktől. A KMKS és az UMDS ezért arra hívja fel az emberek figyelmét, hogy legyenek figyelmesek a szavazó cédulák kitöltésekor.